Na, sziasztok, srácok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Itt újra Matthew Channel beszél. És hát a mai videóban elhoztuk nektek a következő quizt és quizes videót. Már nem is tudom, hanyadik résznél tartunk, hanyadik epizódnál, egyszerűen elképesztő. És hát arra gondoltam, hogy a mai videót egy nagyon-nagyon érdekes quizzel, mivel már volt róla szó, hogyha még bizony újra elővettük a retro tévés vetékedők quiz-összeállítást, viszont teljesen új oldalról közelítjük meg a dolgokat, és ma lesz benne, azt hiszem az utolsó lesz benne, utolsó lesz egy időzítéses, tehát hogy időre kell, körülbelül egy percen van arra, hogy megválaszoljam az alábbi kérdéseket, és logikusan gondolkoznom kell, tehát lesz két oldal, amin ugye nyugodtan gondolkozhatok. Igazából erről már volt szó egy korábbi videó, amiben úgy szintén korábbi kvízes videó, amiben úgymond ugyanúgy retro tévés vetélkedőkről szóló kvíz összeállítás volt. Úgyhogy most is ez lesz. Egyébként nem egyedül fogom megcsinálni, hanem Roxival, mert csak még lehet, hogy még kicsit csúszásban van. Úgyhogy ja. Na hát akkor szerintem akkor kezdjünk bele addig, és akkor meglátjuk, hogy az alatt a Roxy megérkezik-e. Na akkor kezdjük a quizt. Na és már itt is vagyunk. Ugye az első oldal, ez a retro tévés vetékedő quiz, és közben itt a Roxy, mert itt a Roxy, csak elfelejtettem közölni. Szerbusz, Roxikám, üdvözöllek! No, hát kérem szépen, eddig mint ahogy azt gondolom tudjátok, de ha nem, akkor elmagyarázom nektek, mielőtt belekezdünk, hogy Roxinál sajnos nincsenek videók. Ez azért van, mert nagyon kifogyott az ötletekből, és én meg próbálok valahogy úgy csinálni, hogy tulajdonképpen segítek neki, vagy hát abban segítek, hogy azért benne legyen azért a videómban, hogy azért halljuk is egymást. Ugye most természetesen rá fogok nagyítani, mert nem akarom, hogy azért úgy nézzen ki az egész, mint a béka segge. Tehát Roxy majd ebben a videómban, amiben most lebonyolítunk, az ebbe benne fog szerepelni, illetve a holnapi nap folyamán majd érkezni fog a közös sorozatunk, ami a Matthew és Roxy lesz, ugye az arra viszont nagyon-nagyon komoly lesz, ha nem fog elmenni természetesen az internet, de szerintem le lesz bonyolítva, úgyhogy ja. No, kérem szépen, akkor belekezdünk rögtön, és akkor úgy fog ez történni, hogy szerintem legyen úgy, hogy még lehetséges, hogy megosztom, várjatok egy picit, megosztom a képernyőt, és utána akkor kezdjünk akkor, jó?
Na és akkor már itt is vagyunk, közben megosztottam Roxinak a képernyőt, igen. Igen, úgyhogy gondolom látsz mindent. Igen. Jó. Akkor, így akkor, most az lesz, hogy most úgy fogjuk megcsinálni, hogy mindig ugye a Roxy, tehát úgy csináljuk, hogy fölteszi Roxy például a kérdést, tehát van, hogy felváltva tesszük fel a kérdést, és a másiknak, tehát hogy például Roxy fölteszi nekem a kérdést, és akkor azt nekem kell megválaszolni. És utána ugyanez fordítva, hogy én teszem föl neki a kérdést, és neki kell megválaszolnia. Úgyhogy Roxikám, akkor kérlek szépen, amit látsz kérdést, azt olvast föl nekem, légy szíves. Azaz. Itt ezt olvast föl, és illetve a válaszokat is olvast föl. Tehát úgy, mint egy kvízjány. Mi van? Most ezt komolyan vagy? Aha. Na, akkor olvasd a kérdést, ami itt van. Az érzékem arra, hogy a nyilvánosságért hallod. Hát most próbáld meg itt ezt a kérdést olvasni. Hát csak olvasni kell. Na mondjuk olvasásban azért jó vagy? Hát... Válaszok bennem valót. Hát... Nem baj, tehát így legfeljebb lesz benne egy kis dedogás, de úgyis megértem. Nem merem, na akkor várj, akkor én olvasom a kérdést. Azt mondja, hogy ki volt az elme bajnokság műsorvezetője? Így. Elme bajnokság. Azt mondja, hogy... Bocsánat. Ja, semmi gond. Legalább... Akkor nézzük. Vágó István, Vitrai Tamás, Egri János. Hát várjál, ha most én sorrendet nézzük, akkor elme bajnokság. Ugye az elme bajnokság az konkrétan egy konkrétan valami műsor lehet, vagy esetleg nem tudom, hogy sport lenne-e. Hát mondjuk Vitrai Tamásról azért nagyon sokat tudok, mert ő azt hiszem volt, hogy a magyar válogatott, tehát a régebbi magyar válogatott mérkőzését azt hiszem ő vezette. Tehát ő biztos, hogy nem lehet az elme bajnokságnak a műsorvezetője, az biztos. Akkor Egri János vagy Vágó István. Hát mondjuk Egri Jánosról is kinézem, legalábbis, de mondjuk Vágó István is azért vág az agya, hát mert benne van a vágó, hogy ugye vág az agya. Én valamiért nekem az Egri jut eszembe, mert látom előtte az elme bajnokság műsorát, tehát mintha látnám az elme bajnokság műsorát, és abban az Egri János benne volt. Tehát szerintem én az Egri Jánost mondom, tehát be is lilázom. És, vagy hát rákattintok, igen. Mert én ezt jelölöm meg, hogy Egri János. Oké, megyünk tovább.
A végén fogja majd természetesen ellenőrizni, hogy jól találtam-e vagy nem. Azt mondja, hogy melyik műsor híres mondata volt ez? Hogy egyes színpad nyíj ki. Ez nagyon ismerős. Zsákba macska, leg-leg-leg, vagy szerencsekerék. Ez nekem a zsákba macska jut eszembe, mert egyébként azért is, mert én mikor láttam a felújított Zsákba macska című műsort tulajdonképpen, akkor ott azt hiszem több mint 30 éve a Rózsa Gyuri bácsi vezette ezt a műsort, és hát őt úgy ismerte meg az ország, hogy ugye amikor ment a Zsákba macska, ez még fiatal korában volt, és mikor több mint 30 év után visszatért, hogy az utolsó hetet tulajdonképpen ő zárja le, mert hogy ugye a felújítottat azt szerintem Majoros Péter Majka és Pápai Joci vezette a felújítottat, és úgyhogy tehát én nekem így azt mondom, hogy a Zsákba macska az, mert a szerencsekereket azt korábban Gajdos Tamás Klausmann Viktor, és így ment egészen végig egyenesen Kassa Tibiig bezárva. Leg-leg-leget nem tudom pontosan, hogy ez mi volt, de nekem a Zsákba macska. Tehát én a Zsákba macskát az biztos bejelölöm. És akkor jön a következő. Mi volt a címe a telefonos vetélkedőnek, ahol Dévényi Tibi bácsival játszhattuk a Super Mario videójátékot? Hoppá! Híres Super Mario videójáték. Elektrokalandor, kapcsoltam, bűvös hatos. Hűha. A bűvös hatos nem tudom mi az. A kapcsoltam az Rózsa György. Az Rózsa György, csak aztán volt, hogy vagy hát ha régebbit nézzük, a 70-es, 80-as éveket, akkor Rózsa Györgyről van szó. Ha 90-es és 2000-es, akkor már azt hiszem, még lehet, hogy megjegyeztem a neveket, Kasuel Szilárd és István Dániel, ők voltak még pluszba, és aztán volt, hogy korábban azt hiszem Rózsa György után jött a Vitrai, és utána úgy jött a Kasuel Szilárd, végül az István Dániel. Tehát így álltak össze a kapcsolatom műsorvezetői, szépen időrendi sorrendben. És én nekem valamiért az elektrokalandor az, ami látható ebből, és én azt mondom, hogy ez az elektrokalandor volt. Nézzük, mi a következő. Mi volt a mindent vagy semmit fődíja? Mi volt a mindent, vagy semmit fődíja? Egy autó. Én azt mondom, hogy egy autó. Én ezt rávágom kapásból, mert egy utazás az nem hiszem, hogy az lett volna, és sem pedig akkor nem lehetett 10 millió forint a főnyeremény. Az biztos, hogy nem. Ki volt a szerencsekerék eredeti változatában a műsorvezetők segédje, a szerencse lány? Hajjajjaj! Palotás Petra, Prokop Dóra, Brunner Márta. Palotás Petra az kicsit más tészta. Ugye, hogyha jól gondolkozok, igaz? Ha jól gondolkozok. Jól gondolkozok, aha. Azt a betyárja. És akkor ezzel akkor ugye a Palotás Petrát azt kiejtettem. Tehát bent tartottam kettőt, a Prokop Dórát, meg a Brunner Mártát. Ja, egyébként Brunner két N-nel írva.
A Brunner Mártát én azt gondolom, én azt a mindent vagy semmit belátnám. Vagy képzelném el konkrétan. Én valamiért a Prokop Dórát mondom, mert ő volt először a szerencselány. Aztán miután jött 2016, azt hiszem, akkor is volt, azt hiszem, szerencsekerék. Azt hiszem, és ott azt hiszem más volt a szerencselány, de hogyha a régebbieket nézzük, vagy a fölújított változatot nézzük, akkor ugye akkor már ott más a szerencselány. Na nézzük, következő. Az alábbiak közül melyik segítséget nem lehetett igénybe venni a Legyen Ön is Milliómosban? Hűha! Na viszont, ha ezt nézed, akkor gondolom emlékezni fogsz erre a játékra. Azt mondja. Közönség megkérdezése, az új kérdés kérése, vagy a válasz lehetőségek megfelezése? Hát figyelj! Közönség segítsége az biztos, hogy benne volt. Mert az a közönség segítsége volt. Tehát az tuti biztos, hogy ott volt. Ott volt bennem. Válasz lehetőségek, mondjuk az válasz lehetőségeknek a megfelezése, hát azt gondolom a felező, tehát az tuti. És valamiért nekem, hogyha magyart kérdezi, akkor új kérdés kérése az nem volt. Az nem volt, mert én azt csak az angol változatában láttam. Tehát én az angol változatában látnám ezt az új kérdés kérését, úgyhogy én azt mondom, hogy az lesz. Az lesz nekem, szerencsés. Melyik együttes adta elő a Van Benne Valami című műsor főcímdalát? Ezt tudnom kell, és én azt mondom, hogy ez a Dolly-ról, mert nem fogok nagyon sokat dumálni erről, mert Neotonról, tehát Csepregi Éváról nem hiszem, Szikora Robiról sem tudnám kinézni, de Dolly-ról viszont már annál inkább tudni lehet. Azt mondja, hogy maximum hány állításból lehetett kitalálniuk a feladványokat a kérdez-felelek versenyzőinek? 12. Én azt mondom 12, mert 6 az kevés, 10 az már kettővel kevesebb, és én azt mondom, hogy kettővel több volt. Ajjaj! Na ez melyik tévéadón futott a leggyengébb láncem? Ezt meg nem mondom, mert le fognak tiltani YouTube-ról. És akkor itt az utolsó kérdés, hogy melyik évben indult a leghíresebb telefonos vetélkedő a kapcsoltam? Hetvenkilenc. Azt mondom, hogy 79. Na nézzük akkor a válaszokat. Na várjál, akkor még egyszer elküldjük, akkor Egri János, akkor itt Zsákba Macska, Elektrokalandor, Autó, itt igen, új kérdések,
Igen. És 79, elküldjük. Na nézzük! Na, 10-ből 10! Azt a mindenit! Ez jó! Ez jós volt, oké. Oké. Egyébként előzőleg nem küldte, de most már elküldte a választ. Akkor azt mondja, hogy ugye ki volt az elmebajnokság műsorvezetője, ez valóban Egri János volt. Akkor egyes színpad nyíki zsákba macska, Super Mario elektrokalandor, akkor mindent vagy semmitből egy autó, ami nem volt fődi, vagy hát a fődi volt, akkor szerencselány volt a Prokop Dóra, ez jó volt, akkor legyen is minimumosban az új kérdés kérése, ez a jó, van benne valami főcímdal a Dolly-ról, kérdez felelekből 12, igen, leggyengébb láncem, ez is jó volt, illetve 79-ben volt a kapcsoltam műsora. Jó! Na egyébként azért nem mondom, na és itt egyébként azt elmondom, hogy itt azért nem mondom ki az adónak a nevét, mert akkor tudjátok mi lesz, le fog tiltani a YouTube, hogy te úristen Máté, úristen Matthew, mit műveltél ezzel? Ezekkel, hogy miért mondtad ki a neveket. No, akkor jön a következő kvíz oldal, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ja? Akkor jön a következő oldal. Yeah. Na és már itt is vagyunk a következő oldalban, ugyanitt vagyunk, viszont ebben már most már az lesz az érdekes, hogy ugyanez az oldal, viszont itt most a régi magyar vetélkedő műsorokat kell megfejteni tesztben, tehát most ez egy teszt lesz, és ez most időre fog menni, tehát meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni, úgyhogy nézzük, 60 másodperc, tehát itt van, hogy ugye itt van a szabályzat, amit most elmondom, hogy minden kérdés megválaszolására 60 másodperc áll rendelkezésedre. Jelöld meg a helyes választ, vagy várd ki az idő végét, vagy kattints a következő kérdés gombra. Gombra, a linkre kattintva elindul a játék. Jó. Na akkor 60 másodperc van arra, hogy megválaszoljam a kérdéseket. Hűha, na most Roxinak kell szorítania nekem, mert 60 másodpercem van arra, hogy megválaszoljam a kérdést. Kérdés? Na nézzük! Azaz, na szorítsa! Na indul! Azt mondja, hogy mindjárt hátrébb engedem egy kicsit a dolgot, azt mondja, hogy a 80-as évek legnépszerűbb tévés kvízműsora a kapcsolatban volt, ahol a műsorvezető fejtörő feladványokat tett fel telefonon keresztül a játékosoknak. Kinek a nevéhez kötődik? Friderikus Sándor, Vágó István, Egri János, Rózsa György. Következő kérdés. Milyen nyereményt kaphattak a sikeres versenyzők a kapcsolatban műsorában? Egy vadonatúj autót, 10.240 forintot, tengerparti nyaralást, vagy 1 millió forintot. Hát, ha most a 2000-es évekhez nézzük, akkor én azt mondom, hogy ugye ott 1.024.000 forint volt a modernizált változatban, és szerintem ez 10.240 volt. Azt mondom. Következő. Milyen játékfajtára épült Vágó István van benne valami című vetélkedője? Ez Barkóba. Ez biztos. Kvíz nem lehetett, szókereső sem. Ügyességi csapatjáték sem, Barkóba. Vágó másik népszerű műsora a 90-es évek végén mindent vagy semmit volt, ami egyszerre volt stratégiai, művetségi és gyorsasági vetélkedő is. Innen származik a kvízműsort segítő csinos hölgy állandó szerepe is, akinek feladata volt, hogy szponzoroktól kapott nyereményeket maga biztosan népszerűsítse. Ki volt ez a hölgy Vágó műsorában?
Hát ez a Brunner Márta, hát a Gessler Dorottya nem. Gessler Dorottyáról semmiféleképpen nem. Ez tuti biztos. Melyik vetélkedőt tartja Rózsa György karrierje mélypontjának? Hát a zsákba macska. Most vagyunk a kérdés felénél. A feledhetetlen Dévényi Tibor is, aki a 90-es évek tévés személyiségeinek egyik legmeghatározóbbika. Melyik műsor volt az, amelyben a Super Mario jelmezben kommentálta, ahogy a nézők nyomógombos telefonkészülékkel játszottak a tévén videón játékot? Elektrokalandor, hát ez ugyanaz. Ugyanaz, miért olvasom fel a kérdést még egyszer? Hát ez hihetetlen. Az alábbiak közül melyik nem Egri Jánoshoz köthető vetélkedő műsor? Na ez az, amit bebuktam, amit videón kívül bebuktam. Kérdez felelek, elmebajnokság, fele sem igaz, szellemi ötusa. Az elmebajnokság biztos, hogy hozzá köthető. Azt mondja, hogy szellemi ötusa. Azt nem láttam, de az biztos, hogy ő hozzá köthető. Kérdez felelek, vagy fele sem igaz. Érdekes. Fele sem igaz. Az utolsó pillanatban. Jól van. Azt mondja, hogy a játék Határok nélkül című Európában kiterjedő gigaprodukcióban Magyarország 7-szer is részt vett 1993 és 99 között. Ez idő alatt 3-szor is nyertünk döntőt, ebből egyik városunk 2-szer is hazavihette a fődíjat. Egyedülálló példaként a játék majd 30 éves történetében. Aha, melyik volt ez a város? Budapest 95-97, Kecskemét 93-96, Szászalombatta 94-98, vagy Jászberény 98-99. Mennyi percünk? Kecskemét! 93-96. Jó, oké. Az biztos, 93-96-ban Kecskemét volt. Az tuti. Azt mondja, hogy szerencsekerék volt a magyar televízió egyik első import vetélkedője, melynek eredetije az Amerikában látta meg a napvilágot. Milyen nyeremény nem fordult elő Gajdos Tamás és Klausmann Viktor nevéhez fémjelzett játék nyeremény kirakataiban? Melyik nem? Hát nyeremény a... nem. Dumusz vásárlási utalvány? Mert nem nyeremény autó. Dumusz vásárlási utalvány, én azt mondom. Oké. Az egyik legnépszerűbb játék az Amoeba televíziós adaptációja volt, az Ötödölő. Milyen színű pöttyöket rakosgatva játszott Palik László és Héder Barna betelefonáló játékosokkal? Na viszont, ezt az utolsó kérdést szeretettel küldöm neked. Hát piros és kék. Hát más szín nem lehet. Na nézzük a válaszokat. 10-ből 9, hoppá! Egy rossz volt valami miatt. Na nézzük csak. Nézzük csak akkor, melyik volt a rossz. Vagy a jókat, na nézzük csak. Azt mondja, 80-as évek legnépszerűbb tévében. Aha, ez Rózsa György, ezt eltaláltam. 10.240 forint, ez jó.
ez jó, és mindig ugye vannak ugye információk, ugye 10240, ugye ez úgy volt, hogy a Legendás kapcsolatom című 1979-től futott magyar televíziós műsorán, ugye minden vasárnap 20 óra 40-től volt látható, és azt mondja, hogy másnap pedig erről beszélni. Aha, akkor jó van. Jó, ez 20 óra 40-től látható volt. Akkor van benne valami, ez bizony Barkóba, mert hogy ugye itt az információ, hogy Gávody János híres paródiája a műsor nyomán készült, amelyben kifigurázza annak esetlenségét, valamint azt is, hogy gyakorta milyen haszontalan játékot kaptak a versenyzők, például virágcserepet. Aha. Aztán itt ugye Bruckner Márta volt a másik. Ugye az érdekessége az, hogy ugye 96-ban játékosként tiszteletét tette az akkor még nem ismert, ám később mémé való arató. Aha! Jaj, ez a Herold. A Herold, csak nem tudom, hogy Arató Herold. Herold, akit így neveztek. Vagy Humán Herold. Herold, pontosan nem tudom. Nem tudom, de az biztos, hogy valamilyen Herold volt. Akkor Rózsa György karrierje Zsákba macska, ez jó volt. Elektrokalandor, igen. Ez jó volt, Egri János felesem, igaz? Nézzük csak. És tényleg jó, hogy Kecskemét 93-96, azt a mindenit! Mert először Budapest 95-97-et 95-97-en gondolkoztam, de az kettő év, Százhalombatta az 4 év, Kecskemét az 3, Jászberény meg 1 év. 1 évig volt, aha. Akkor jó van. Melyik volt ez a város? És Kecskemét, és valóban Kecskemét 93-96. Mert a játék Franciaországból indult 1965-ben. Csak aztán az történt, hogy ugye Kecskemét tehát ugye 1999-ben kénytelen voltak ugye abba hagyni ezt a műsort, de így is volt, hogy 100 millióan követték ezt a műsort. Valószínűleg. Igen! Nem Dumus vásárlási utalvány volt, hanem nyereményautó, tehát az, aha, e között a kettő között. És bizony nyereményautó nem volt benne. Tehát nyereményautó nem volt, csak szilveszter napján volt ez. Pontosan 1993 szilveszterén volt. És akkor piros-kék, hát jó van, 10-ből 9. Hát egy szép 5,56%-os olvasóink átlaga. Na jó, hát gyerekek, akkor jön a következő, és akkor hát meglátjuk, hogy mi lesz. Jön a következő oldal, és akkor nézzük meg, hogy az mit tartogat. Na és már itt is vagyunk. Itt a következő, hogy most képekről 10, tehát 10 képről kell fölismernem, hogy melyik retro televíziós vetélkedő látható a képe. Tehát ez kell kitalálni. Na nézzük akkor szerintem. Azt mondja, hogy ezt mindjárt lejjebb. Ezt mindjárt lejjebb veszük a. Így. Na ez így pont jó. Oké. Na, itt a következő. Ugye
Ugye itt most, ugye látjuk a képet. Képet, és akkor nézzük a kérdést. Azt mondja, hogy Egri János kvízműsorait nagyon szerettük, igazi elmebajnokság volt mind. Melyik nem volt az ő műsora? Tehát most a kérdés az, hogy ebből a három közül, tehát a mindent vagy semmit, a kérdez felelek és az elmebajnokság közül melyiket nem Egri János vezette? Hát ez a mindent vagy semmit. Mert ha a képet nézzük, akkor szerintem ez az elmebajnokság volt. Volt, én úgy emlékszem. Mindent vagy semmit. Tehát ezt így pirosan bejelölöm. Egy ilyen rózsaszínre. Na nézzük. És az. Azaz. Mindent vagy semmit, mert pont, hogy a Vágó Istvánné volt. Volt, bizony. Bizony. Nézzük, következő. Kapcsoltam és Rózsa Gyuri. A kérdés az az, hogy mi volt minden műsorban a műsorvezető előtt? Egy kabalamaci, vagy egy pohár víz? Oké. Ez kicsit érdekes. Tehát volt a kapcsoltam műsor. Hát akkor gondolom egy pohár víz, mert hogyha megszomjazol könyörgöm, hát akkor mit iszol? Egy pohár vizet. Az hát. Hát kabalamacit minek raksz oda? Hát minek raksz oda egy kabalamacit, könyörgöm, a kapcsoltam nevezetű műsorba? Hát hülye vagy te? Azt mondja, hogy... Akkor ezt fölolvasom, de akkor ezért kapni fogok a YouTube-tól hideget-meleget. A TV2 korai időszakában Máté Krisztát szitta az egész ország az alábbi vetélkedő miatt. Kérdés az, hogy ez melyik? A leggyengébb láncszem, vagy a Ford Board, azaz magyarul az erőd. Én valamiért nekem a leggyengébb láncszem amiért nagyon fikázták a Máté Krisztát. Még úgy 1990, vagy 90? Hülye vagyok már 2001-ben. Vagy 2000 környékén. 2000 környékén, mert ez a játék, ez a 2000-es évek. Évek egyik legmeghatározóbb műsora volt. Szerintem ez a leggyengébb láncszem, én azt mondom. És az. Valóban ezért fikázták akkor. Jó van. Na, következő. Meri vagy nem meri? A betelefonálós, rém idegesítő műsor volt. Ki volt a műsorvezető hölgy? Fehér Anetka, Erdei Mónika vagy Pokrivcsák Mónika? Hajjajjaj. Most itt két Mónikát látok. A Pokrivcsákot, meg az Erdélyt. Az Erdei Mónikát nagyon ismerem, mert ő azt hiszem egy egygyermekes családanya, az biztos, csak ő korábban, hogyha nézzük, akkor ez pontosan felvétel 1999-es. A felvétel, ha jól tudom. És azt hiszem akkor még a Pokrivcsák Mónika volt az, aki vezette ezt a Meri vagy nem Merit. Én azt mondom, hogy ő lesz. Mert Fehér Anetka az biztos, hogy nem. Neki már úgyis volt neki műsora. Saját.
Erdély Mónikának is volt szerintem saját. Na de nézzük, hogy jó tippelek-e. Igen. Pokrivcsák Mónika, mert valóban ő látható a képen, és akkor jó mondtam, hogy 99-es felvétel. Tehát így saját. Ez melyik műsor Vágó Istvántól? Legyen ön is milliómos, tessék, Misi, vagy Biszotti, megkaptad. Nesze. Why not? Tessék, itt a legendás, yeah. Itt a legendásod. Hát ez meg előtte volt a mindent vagy semmit, tehát ezt rávágom. Persze, hát igaz. A legkedveltebb szerencsekerék. Ki a hölgy, aki ezzel a műsorral vált ismerté? Hát ez a Prokop Dóra ugyanaz. És Borbás Marcsit miért raktátok bele? Miért raktátok bele? Könyörgöm. Könyörgöm, hát sem a Borbás Marcsi, sem a Demcsák Zsuzsa nem volt benne, most ti szopadtok ezzel? Wow! Gundel Takács Gábor és Geszler Dorottya műsora. Mi a műsor címe? Hát játék határok nélkül, hát még a Gundi is fiatal volt, nemhogy a Geszler Dorottya. Hát játék határok nélkül. A piramis nem lehet, mert az más, a kerékpár pedig nem tudom, hogy annak ki volt a műsorvezetője, de a piramis az azt hiszem Stól András, az tuti. Játék határok nélkül pedig ők ketten. Gondolj Takács Gábor és Geszler Dorottya, hát persze. Ez így is van. Torpedó. Ki volt a műsorvezetője? Segít a kép, de hát ha megy fejből is, ugye? Hát szerinted Dévényi Tibi bácsit honnan a gucimból fogom felismerni? A torpedót. Az a legendás torpedó, hát persze. Hát akkor még a Dévényi Tibi bácsinak ilyen frizurája volt még fiatal korában. Ez olyan volt, mint az ötödölő, olyan volt, mint az ötödölő, csak sokkal másabb. Basszus, ezt tudnom kell. A szerelem első látása volt a címa műsornak. Na de hogy hívták a magas műsorvezetőt? Jézus Mária, ez a Kósel Adolf, ezt tudom miért, mert ismerem és őt láttam. Öt láttam, és föl tudom ismerni. Tehát, hogyha magam elé képzelem őt, akkor tuti biztos. Tehát tuti biztos, hogy ő lehet a magasabb. És az hát, Kósel Adolf, bizony. Azt a mindenit, gyerekek, és ez nagyon komoly, jól van. Jó van, és 10-ből 10, ez viszont jó. Tehát ez viszont jó, mert ez legalább ez könnyű volt. Fú, gyerekek! Ez össze lett szedve, én azt mondom. Hát, ja. Hát ja, úgyhogy ez nagyon össze lett szedve. Hát gyermekeim, a videó végéhez értünk, azt gondolom, úgyhogy, hát gyermekeim, ez fantasztikus, tehát olyan fantasztikus volt, hogy egyszer elképesztő, tehát tökéletes, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy, ja. No, hát gyermekeim, akkor köszönjük szépen a figyelmet, hogy itt voltatok. És ugye az előző, tehát a premier, az első premier az már fölkerült YouTube-ra, úgyhogy azt 11 órakor fogjátok látni. Ezt viszont rögtön 15 perccel később, 11:42-kor fogjátok látni. Tehát ami azt jelenti, hogy rögtön egymás után fog jönni. Úgyhogy, ja.
Tehát mindenféleképpen ezt látni fogjátok 4:12-kor. Úgyhogy ja, na hát akkor köszönöm szépen, köszönjük szépen a figyelmet, hogy itt voltatok. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, ha nem vagytok feliratkozva, kérlek tegyétek meg. És leírásban pedig megtaláljátok az adott linkeket. Természetesen a kvízeknek a linkjét is beteszem a leírásba, ezt a három oldalnak a linkjét. Linkjét, hogyha nem találjátok, akkor ezek a linkek segítenek nektek. Na akkor köszönöm szépen a figyelmet, hogy itt voltatok, és akkor a következő videóban találkozunk, és akkor megpróbálunk még egy kvízt megcsípni. Na úgyhogy akkor vigyázzatok magatokra, szép hetet, jó pihenést, és kellemes nyarat kívánok mindenkinek. Addig is én Matthew Channel voltam, maradok és leszek, és Michael Roxy Jackson is itt volt. Na, akkor puszilag benneteket, sziasztok! Hello, 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 kak!